Így néz ki a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ új optikai válogatója működés közben. A rendszer a lakossági szelektív utóválogatására szolgál, amit a családi házas övezetekben a 240 literes szelektív gyűjtő edényekben vagy a szelektív szigeteken összegyűjtött a társaság, azt a hulladékot itt válogatják tovább. Ugye ennek a szelektív hulladéknak elméletileg szelektív csomagolási hulladéknak kell lennie, tehát itt szeretném felhívni a kedves tévénézőknek is a figyelmét, hogy a kék-sárga szelektív hulladékgyűjtő edénybe szelektív csomagolási hulladékot kell rakni, tehát PET palackokat, konzervdobozokat, sörös dobozokat, teljes flakonokat, papírt, kartonpapírt, szóróanyagokat, újságpapírokat. Erre szolgál, ezen anyagoknak a gyűjtésére szolgál a 240 literes edény. Ez az alapja annak, hogy az új optikai válogató hatékonyan tudjon működni. Egy homlokrakodó teszi a hulladékot a sor elejére, majd elindul a szalag, és különböző mechanikai osztályozókon megy át a hulladék. Infravörös szenzorok állapítják meg az anyag minőségét, és aszerint válogat. 23 darab különböző válogató szalag van rajta. Ugye itt vannak benne úgynevezett ballisztikus szeparátor van benne, illetve vannak benne optikai válogatók. Sőt, még van benne egy úgynevezett örvényáramú szeparátor is, ami a aluhulladékok kiválogatására szolgál. Tehát ahogy mondom, ez egy teljesen modern és a legmagasabb színvonalat képviselő hulladékválogató berendezés. A válogató 90% fölötti pontossággal tud dolgozni, amennyiben a hulladék minősége megfelelő, tehát csak csomagolási hulladék van benne. A hosszú kábelek és ruhadarabok például nem csak lassítják a válogatást, de veszélyesek is, hiszen feltekeredhetnek a csigákra, csapágyakra és tönkre tehetik a gépet. A korszerű technológia beszerzése azonban nem volt olcsó. A KEO program keretében valósult meg majd 7,5 milliárd forintos Európai Uniós, illetve hazai társfinanszírozással valósult meg. A hulladékos társadalmaknak ez nem került pénzébe, a magyar állami hozzájárulás, illetve az uniós támogatás fedezte a programot. A programban még beszerzésre kerültek hulladékgyűjtő edények, és a járműflottákat is tovább tudtuk fejleszteni. Ezzel nem csak hozzájárultak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területfejlesztési stratégiájához és annak célkitűzéseihez, de az ország egyik legnagyobb és legmodernebb létesítményévé emelte a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központot. Ez már a helyszíni átadót követően a vármegyeházán hangzott el egy konferencia keretein belül. Nagy Balázs arról is beszélt, a komplex fenntarthatósághoz nem csak a modern hulladékkezelésre van szükség, számos más területet is fejleszteni kellett a térségben. Itt körülbelül 150 darab fejlesztési projektet finanszíroztunk az elmúlt 10 évben. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás területén körülbelül 130 milliárd forint értékben, a vízellátás majdnem 40 milliárd forint, a hulladék gazdálkodásról ugye már beszéltünk, de voltak természetvédelmi és az élővilággal kapcsolatos fejlesztések 4 milliárd forint értékben, illetőleg energiahatékonysági fejlesztések, amelyek rendkívül széles palettán több közigazgatási és közfeladatot ellátó intézményt támogattak több mint 40 milliárd forint értékben. Hogy egy-két példát is említsek, a Országos Vízügyi Főigazgatóság Tiszalüki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója 5,7 milliárd értékben valósult meg. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága több mint 1 milliárd forintos projektben támogatta a tiszakürti Kis-Tiszán élőhely rehabilitációs tevékenységét, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlását is. Emellett Mátészalkán geotermiális távhőrendszer fejlesztése valósult meg több mint majdnem 400 millió forintból, és Nyíregyházán körülbelül 1 milliárd forintos támogatási összegből egyházi fenntartás, oktatás és szociális intézmények energetikai fejlesztései valósultak meg. A rendezvényen az is elhangzott, a fejlesztéseket a következő ciklusban is folytatni szeretné mind a társulás, mind a kormány.